Mozgásérültek, gyengén látók és fogyatékkal élők harmadik nemzetközi horgászversenyére készülnek mezőkövesden, ahol a Horvölgye Horgásztő ad otthont hétvégén a jótékonysági jó, akaratú rendezvénynek, amiről mindent megtudhatnak most a rendező Horgász Egyesület elnökétől Kertész Gyulával. Eljött a Matyó ember az extrém sportoló, jég alatt úszó, tűzoltó Bajzát László is. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! E és akkor kezdjük magával, hogy hon honnan jött annak idején ez az ötlet, Adjá, már a harmadik, Igen, ez a harmadik. nemzetközi verseny lesz. Egy Bukta nevezetű tagunknak, akinek vannak fogyatékkal élők a családjában, ő vetette fel, hogy nem-e lehetne egy ilyen versenyt szervezni, és mondtuk, hogy természetesen megoldható, hát ez volt a könnyebbik része a dolognak. Rámondani az igen. Igen, de hogy mennyi munkával jár, ezt én sem gondoltam volna. Tehát ugye egy ilyen verseny az nem egy átlagos horgászverseny, ahol három embert mondjuk díjaznak, és utána mindenki elvonul megköszönve a részvételt, tehát itt az egész komplex napot nyújtunk. Itt reggelivel, ebéddel, különböző programokkal készülünk. Igyekszünk olyan díjazást találni, olyan támogatottságot, hogy minden egyes versenyzőnek, aki megtiszteli a többieket és minket az, hogy eljön, ne menjen el üres kézzel. Azon túl menő, egy szép napot kap. Ez egy integrált verseny, tehát fogyatékkal élők és épek együtt horgásznak, vagy pedig csak a fogyatékkal élők e, verseny? Aki meg tudja oldani, az csak magába, de van akinek, tehát egy vakember ugye annak egy kicsit körülményesebb, tehát akinek van a segítője, akkor ők egy-kettes felállásban vannak, de nagyon sokan csak egyedül. Olyan sok olyan tagunk van, aki kerekesszékes és egyedül horgászik. Uh -huh. És uh, mennyien voltak itt legutóbb? Most milyen részvételre számítottuk? Nos, ez mindig kérdéses. Legutóbb hatvan versenyzőnk volt, Egyszerűen nem tudjuk. Most jelenleg ott tartunk, hogy csak Mezőkövesden 61 regisztrált van. De azon Tatabányától kezdve a budapesti mindenhol mindenhonnan jönnek a telefonok, és most megint jönnek külföldről is. Tehát már most megint úgy néz ki, hogy lesz Szlovákiából, Ausztriából versenzőnk, ez mindig ott derül ki helybe. Tehát uh -huh. mi kb. 200 főre készülünk, ebédel, mindennel, parttal meglátjuk. Miért csináljátok? Hát, ha valaki rámegy a honlapunkra is, meglátja azokat a fénygépeket, azokat a mosolygós arcokat, ezért. Tehát a mosolyogért. Azért. Uh -huh. Tehát tényleg hihetetlen, hogy milyen örömet tud az embernek az nyújtani, mikor egy vakembernek, hát hogy ne egy díjat, az valami felemelő érzés. Tehát azt, hogy akkor fogna a kezét, látni az arcát, hihetetlen. Tehát onnan mindenki jókedve mosolyogva jön el. Hát ez egy eléggé világos válasz volt. te miért csatlakoztál? Hát ahogy Én az, az elnök úr is elmondta. Mi amúgy is jó barátságban vagyunk. Én tiszteltbeli tagja vagyok a Horgász Egyesületnek odahaza, mivel a vizet és vízportot és a műtárgyas gátrendszert én szoktam ellenőrizni. Óvom a halakat, hogy erre nagyobb víznő nem menjenek el a tóból, és legyen mire horgászni a, a tagoknak. És mikor jött ez az öklet, én is ismerek, és vannak barátaim fogyatókkal élők, és akkor vált-vált vetve Gyuszival összefogtunk, és már három éve én is segítem ezt a rendezvényt. Én, mivel sportoló vagyok, én tudom, mi az ezeknek az embereknek, tehát egy évben azokkal a bajokkal küzdeni, és eljönnek erre a rendezvényre. Ez nem csak egy horgászverseny, tehát ez nekik egy nap, tehát nem a versenyről szól igazán ez, hanem ahogy az elnök úr elmondta, hanem arról, hogy tényleg adni nekik valamit, mindegy, hogy mit, egy, 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 egy kustartót vagy bármit. Egy derűs együttlét. Így van, Nem. szóval ne, rengeteg azok a fiatal balesetet szenvedettek voltak tavaly is, és, és, és nekik tényleg a mosoly az arcukon, hogy sikerült, és sikerült nekik ajándékot adni, szponzort keresni rá, is, és érezzék jól magukat, megitatjuk, megetetjük őket, jó érzik magukat, most már csak az időjárás az, ami közbeszólhat, de én azt hiszem, hogy ha szombaton jó idő lesz, akkor egy felejtetlen lenne élmény. No, ahogy megeg. nézem az előrejelzést, legfeljebb egy kis zápor, de alapvetően jó hát idő lesz és meleg lesz. A parton is ott leszel bottal, vagy pedig te inkább természetes élőhelyeden a vízben vagy otthon, és netán esetleg fődíjként téged kell kifogni? Nem, én is, nekem is vannak díjaim, én is szoktam díjazni, külön díjazni, most is négy díjjal készülök. Nem is, itt ahogy a Gyuszi elmondta, hogy nem az elsőket kell, hanem mindenkire oda kell. Én figyelem azt, ami esetleg valakinek kimaradt, ott vagyok a parton, meg vannak kínálva kis tepertő, szendvics, mindig kínáljuk őket folyamatosan, tehát megyünk le a partra, tehát én a szervezésben... Tehát szervezés a Folyamatosan, szóval parton, szépen. vízben, mindenhol. <gül> <gül> Gyula, azt nézzük, hogy milyen specialitások vannak ilyenkor egy fogyatékkal élő esetében, hogyha ő horgászik, sportszakmailag nézzük tehát bot, vakember, tudjuk például, hogy a vakembereknek van ugye olyan sporták, hogy csörgőlabda, mondjuk akkor van-e olyan úszó, ami megszólal, tehát hogy milyen specialitáson nincs. kell lenni, mondjuk botba, ilyenbe? Nincs, 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 kell. Pedig lehetne, egy... lehetne ilyen, vagy szerintem. Vagy lesz majd nem egyszer tudom, a Nem hiszem, nem, uh -huh. nem. Azért kell egy vakembernek egy segítő, tehát uh -huh. itt lényegében a segítőnek annyi a feladata, hogy azt a szereléket eljutatja oda a vízbe, ahova kell, és onnantól kezdve a versenyzői feladat a harc, hogy kihozza a halat, nincsenek ilyen speciális dolgok, semmilyen. A biztonságra kell inkább odafigyelni. Uh -huh. Tehát A, a kerekesszéknél egy olyan parszakasz kell, nekik, ilyenkor már nagyon figyelünk a parszakasz, az hogy egy lapos parszakasz legyen. Tehát egy kerekesszéknél oda kell figyelni, nehogy beguruljon, kiékelni uh -huh. a kereket, egy vakembernél, hogy érzékelje a parsz szélét. De hát a fogyatékkal élők, főleg egy látássérült embernek a érzékszerve sokkal finomabb, mint a miénk, és Igen. sokkal jobban vigyáz, mint egy épp. Ember, mert az épp ember hamarabb belesik a vízbe mondjuk, mint egy látássérült. Mennyire segíti ezt a rendezvényt a mezőköves önkormányzat, meg mondjuk mezőköves sport élete? Hát, hogy az ember azt nézi, ott, van, ott lesznek például az nb be jutott focisták, vagy kézilabdázók, most kövesdi sikerektől hangos a, a sporthírek világa, szóval ők is odafigyelnek rátok? Maximálisan. Tehát tényleg minden segítséget megkapunk, akár az önkormányzattal, akár a városgazdálkodástól a lehetőséghez képest mindent. Való igaz, hogy hatalmas dolgot tettek a mezőkezdi sportolók. Nem is igazán, tehát ővelük semmi gond. Azt, hogy azt a mennyiségű ajándékot, azt előteremtsük, az, azzal szoktak lenni a problémák, mert ez egy kemény másfél-két hónapos előkészületeket igényel ez a verseny. Nem tudom, kb. 150-200 levelet küldtünk szét támogatásra, hogy tehát ahogy mondta az is, hogy egy kulcs tartó vagy éppen egy 1-2000 forintos ajándék, mert nem pénzről vagy szó, soha. Tehát mindig azt mondtuk, hogyha valaki valamit felajánl, ráadásul jöjjön el, és ő adja át. Tehát, hogy mi még ebből is kimaradunk, mi csak összehozzuk őket. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz? Nagyon nehéz. De hogy álltok most ezzel? Alakulunk? Alakulunk, Alakulunk tehát az első az két évben meg tudtuk azt oldani, hogy minden egyes versenyző kapott ajándékot. Nem szeretnénk ezt ezt azt a szintet, azaz szint alá menni. Uh -huh. Most úgy néz ki, hogy, hogy össze fog jönni megint. De ettől függetlenül bárki, aki esetleg a műsort látja és tudna segíteni, nagyon szívesen veszük. Sőt, jöjjön el, mint mondtam, és, és ő. Hát úgy segítsen, hogy ő jöjjön el is hozza De Nagyon sokan. Uh -huh. tehát gondolom az elmúlt évtizedek alatt azért ennek egy kicsit lement a Nimbus, ennek a a sok ilyen-olyan emberke miatt. Nagyon sokan itt a versenyen szembesülnek hogy miről is van szó. Tehát azért kapok olyan telefonokat, hogy hó, hát ez, majd elmegyek én menni lekezelően, és amikor eljön, hát ő ezt nem is gondolta volna. Ennyi az egyik egész történet. A megfogja a szívét nagyon pontosan, sokan ott a helyszínre. Pontosan. Tehát akkor látja. Egy ilyen horgászversenyen, Laci, ti mit tartanátok? Mi, mi az elsőprő siker? Hát ugye nem az az elsőpről siker, az nyilvánvaló, hogy most hány halat, meg milyen eredményeket érnek el. Mikor igazán sikeres egy ilyen rendezvény? Ugye figyelembe kell itt venni, hogy a, ezek a fogyatékkal élők, ugye lehet, hogy még volt olyan, aki eljött, aki életében nem volt horgászbot a kezébe. És azt megfog mondjuk egy, egy, kis halat, és akkor azt érzi, a kezébe van, és akkor fölmegy, tehát az annál nagyobb öröm neki nincs. Megkapja azt a kis ott kiteszi a falra, ugye ez zárt világból él. Minden nap ott van, esetleg egy mozgássérül ránéz, és akkor elgondolja, hogy hú, milyen jó volt az az egy nap mezőkövesden, onnan eljött. Ugye uh -huh. nekik mindennek meg kell küzdeni uh -huh. az élettel. És igazán ez, 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 ez dominálja. Gyuszit is és engem is, e, Mónikát is, aki segíti a nagypistát, a, a titkárunkat. Összefogunk és csináljuk. Uh -huh. Kéreg azok a mosolyok. Az, az, az. Gyuszi, van olyan egyébként fogyatékkal élő, aki rendszeresen ott ragadt, vagy a Horgász Egyesületnek? Tagunk, ő, vannak Van, is van, van, van ilyen tag? És le a kalappal. Ügyesen nagyon, horgászik. Ügyesen horgászik. nagyon ügyesen horgászik. Van, van több is. Segítség nélkül. Annyi, uh -huh. hogy kihozzák a vízpartra, és onnantól te kezdve teszik. minden az övé. Uh -huh. Itt a vége felé azt mondja, hogy neked mostanság erre a, erre a segítségre hogyan jut időd? Mert közben helyt kell állnod az árvíznél is, igaz? Így van, most, most is att, szolgálatból jössz? Így van, most adtam a szolgálatot a kollégáimmal szivattyúztunk a római parton tegnap, úgyhogy most megyünk haza, és tovább megy a felkészülés, ugye nekem jön most a szezon, nekem elkezdődik az úszóidény, tehát jön a Balaton átúszás, a levonul a árvíz, akkor úszás a Dunán, készülünk, nekem ugye ott van az Egyesület, de mindig kell erre a rendezvényre, én is magaméval érzem, most sikerült elcserélnem a a szolgáltomat, úgyhogy remélem ott tudok lenni 22-én, és oda figyelem, ami esetleg kimarad, én figyelem a részleteket, rohangálok egyik helyről a másikra, hogy mindenkinek egyformájusson. jusson. Uh -huh. Tehát ott lesz az biztos, és még annyit még meg a végén, nem a versenyre van a kérdés, hogy milyen nagy nemzetközi megméretetésre készülsz idén. Igazán nagy nemzetközi megmérettetés nem lesz majd szeptember elején, ugyanúgy, mint ideig, viszem a magyarokat ki, 60-70 ember Poresba úszna, Horeszky Delfinúszásra, tehát az lesz egy komolyabb, de ott, ott is már mint szervező veszek részt. Én is uh, leúszom a távot, de már mind, nem, mint versenyző nem szervező. Uh -huh. De hát akkor egyelőre nem ugorjunk annyira előre, hanem akkor én jó horgászatot, meg, meg derűs... A szép időt. Szép, szép időt és, és, és derűs jó kedvű kívánok Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük szépen.